Nem sokkal éjjel egy óra előtt történt az a baleset, amelyben egy 47 éves férfi borult fel autójával, miután lehaladt az úttestről és fának csapódott. A személy gépkocsi a 8202-es számú úton haladt Kincsesbánya irányából Iszka-Szentgyörgy irányába. Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt február 17-én 0 óra 45 perc körül a 8202-es számú út 7-es kilométer szelvényében, Iszka-Szentgyörgy térségében, ahol rendelkezésre álló adatok alapján egy személy gépkocsi közlekedett Kincsesbánya irányából Iszka-Szentgyörgy irányába, majd eddig tisztázatlan körülmények között az útestről lehaladt és fának csapódott. A baleset során járművezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrök egész éjjel útlezárás mellett helyszíneltek. Reggel 6 órakor már zavartalan volt a forgalom a térségben. Pénteken hajnalban egy személygépkocsinak a beépített IKOL segélyhívó rendszere automatikus vészjelzést adott, melynek következtében a katasztrófavédelem Székesfehérvárról riasztotta a hivatásos tűzoltókat a Kincsesbányát Iszka-Szentgyörggyel összekötő útra, ahol egy személygépkocsi lesodródott az útról, fának csapódott, majd a tetejére borulva egy akácosban állt meg. A tűzoltók kiérkezésekor azt tapasztalták, hogy a jármű sofőrje a baleset következtében kiesett a személygépkocsiból. A szóvivő hozzátette, a műszaki mentés során a tűzoltók feszítővágóval a jármű részben leszakadt tetejét teljesen eltávolították, ezután drótkötéllel és csörlővel állították kerekeire az autót.